Több kínai befektető is érkezett az elmúlt időszakban Szerbiába. Az eddig megvalósult, a még folyamatban lévő és a jövőben tervezett kínai befektetések összértéke 10 milliárd euró. A két ország közötti együttműködés hónapról hónapra erősebb, mondta Ana Brnabić a Kína Közép-Kelet-Európa csúcson Dubrovnikban. A szerb kormányfő Li Kocsiánggal Kína miniszterelnökével tárgyalt. Zaključili smo da i politička i ekonomska, obrazovna, kulturna saradnja jako da imamo jako aktivnu saradnju u ekonomskom smislu, tome smo i najviše pričali u ekonomskom smislu. Mi smo imali samo u posljednjih nekoliko nedelja stvarno nekoliko velikih kineskih investicija gdje je postavljen kamen temeljac, kao što je na primjer Shandong Linglong u Zrenjaninu, 800 miliona evra investicija. A szerb delegáció tagjaként Alekszandar Antić bányászati és energetikai miniszter, valamint Zorana Mihajlović építésügyi és infrastruktúrális miniszter is részt vett a fórumon. Az építésügyi miniszter kiemelte, Kína és Szerbia együttműködése a találkozóval csak tovább erősödött. Danas potpisujem dva važna memoranduma. Jedan je za deonicu između Novog Beograda i Surčina. Dakle, to je deo praktično koridora koji nam je jako važan ako hoćemo zaista da istinski efikasno koristimo koridor 11. A fórumon Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett, bejelentette, hogy hamarosan aláírhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítésére vonatkozó építési szerződéseket. Ez a folyosó kínálja majd a leggyorsabb szállítási útvonalat Kína és Európa nyugati fele között, közölte a magyar miniszterelnök.